Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés-Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében szerződéses határvadász felvételt hirdet a magyar rendőrség. Ennek keretében olyan jelentkezőket várnak, akik részt szeretnének venni ennek a feladatnak az ellátásában. A Sátoraljóújhelyi rendőrkapitányság a toborzásban és a felvilágosításban is segítséget tud nyújtani a jelentkezők számára. Emellett pedig különböző eseményeken is jelen lesznek a rendőrei, akik bővebb felvilágosítást tudnak nyújtani. Magyarország határán fokozódó migrációs nyomás megakadályozása érdekében a rendőrség kötelékén belül egy szerződéses határvadász század kialakítására kerül jelenleg sor. Ennek érdekében toborzási feladatokat hajtunk végre. Megpróbáljuk úgy feltölteni az állományt, több településen is megjelenünk, főleg tehát városi és falusi rendezvényekkel, vagy községi rendezvényeken. A felvételnek a alapfeltétele a jelentkezéskor 18 és 55 év életkor, az alapfokú iskolai végzettség, büntetlenül élet, továbbá fizikai, egészségügyi és pszichológiai alkalmasság a feltétel. A képzés időtartama 160 óra, az alap illetményük az 300.000 forint bruttó jövedelem plusz bérenkívüli jutatás, az 200.000 forint kafetéria. Holnap, azaz augusztus 27-én szerdán a Sátoraljóújhelyi Munkaügyi Központban 13 órától, 29-én pénteken Fűzéren, a hat történeti kiállítás keretén belül 9 és 12 óra között, 30-án szombaton Tiszakarádon a falunap keretében a rendezvényparkban 9 és 12 óra között, szintén ugyanezen a napon Zemplén Agárdon, a Kincsen Parkban 13 és 16 óra között kérhetnek személyesen is bővebb tájékoztatást az érdeklődők.